Biztosan jártál már úgy, hogy a barátaid megkértek, vagy egyáltalán te vállaltad be azt, hogy a szülinapi bulin vagy bármilyen partin felfújod a lufikat, vagy amikor odaérkeztél, hogy ezeket fel kell fújni, akkor szembesültél vele, hogy azt a 10, 20, 50 vagy akár 100 lufit neked szájjal kell felfújni. Egyrészt nagyon veszélyes szájjal felfújni a lufikat, ezért mindenképpen azt javaslom, hogy egy kézi pumpát szerezzél be hozzá, de ne akármilyen kézi pumpát, mert amikor neked fel kell fújni 10 vagy 50 lufit, akkor mi a fontos, az a legfontosabb. Minél gyorsabban, minél hatékonyabban, minél egyszerűbben tud a dekorációdat elkészíteni. Nagyon sok olyan kézipumpa van, ami két irányú. Megmutatom, hogy hogy néznek ezek ki. Többféle színben, csomagolásban, teljesen mindegy. A lényeg az az, hogy mindig azt nézd meg, hogy ez két irányú pumpa legyen. Ez azt jelenti, hogy amikor fújsz vele, akkor mind a két irányban fúj. Tehát amikor húzod, és amikor tolod, és nézd csak a hajamat. Tehát látod, mind a két irányban fújja a levegőt, magyarán egy lufit fele annyi idő alatt tudsz felfújni, mint egy teljesen egyszerű kis kézipumpával, ami egy irányban fúj.